Üdvözlök mindenkit, üdvözlök minden résztvevőt. Kezdhetjük szerintem a jelen webináriumot. Szóval itt egy-két technikai közzététellel kezdjük, és akkor későn érkezők is be tudnak csatlakozni. Közben akkor bemutatkoznék, én Adornyán Kristóf vagyok, az Easy Software Country Manager-e. Most jelenleg az észak-amerikai üzletfejlesztéssel foglalkozom. A co-hostom pedig Horváth Ákos, Ákos értékesítési és üzletfejlesztési menedzser. Ő fog, illetve vele tudnak találkozni az érdeklődők, illetve a meglévő ügyfelek természetesen a magyar piacon, és Ákos tud technikai segítséget nyújtani az Easy projekt megismerése során. Ákos, hallasz engem, ugye? Vagy nimítva, de feltételezem, hogy igen. Szervusz, Kristóf! Szia, szia, Ákos! Szuper, akkor a hangtechnika az rendben van. Jó, a jelen webinárium tartalmát egyébként fel fogjuk venni, és majd közzétesszük egy pár napot követő, pár nappal később a webinárium végéhez képest, úgyhogy mindenki számára elérhető lesz, hogyha esetleg túl gyorsak lennénk, vagy valamilyen technikai kérdés van, vagy felmerül, akkor vagy a webinár felvételéből tudnak tájékozódni, vagy természetesen minket is meg tudnak keresni. Aki korán érkezett, az látta Ákos elérhetőségét, őt egyébként az ákos.horváth@easysoftware.com-on tudják közvetlenül keresni, de természetesen az easyproject.hu elérhetőségek oldalon is tudnak tájékozódni, és tudnak minket közvetlenül keresni. A jelen webinárium témája az Easy Project 13 legújabb major release-ünk megjelenése lesz, ebben Ákos lesz segítségemre, Ákos PMP képesítéssel rendelkezik, úgyhogy keresve se találhat egy jobb co-hostot, ő lesz majd nála lesz a technikai know-how, és ő fogja bemutatni a legújabb fejlesztéseket, UI frissítéseket, stb. Stb. Mielőtt elfelejteném, a webinárium végén pár percben lesz egy kérdez-felelek rész, úgyhogy akinek van kérdése, ismétlem, hogyha túl gyorsak lennénk, vagy nem mentünk bele, akkor a Q&A gombra felül vagy alul a Zoom panelen tudnak előre feltenni kérdéseket, és egy pár percet fogunk szánni a végén a válaszadásokra. A jelen webinárium egyébként új érdeklődőknek szól, úgyhogy lehetséges, hogy most nem fogunk tudni nagyon mélyebb technikai jellegű kérdésekre bemenni, igyekszünk könnyen hozzáférhetővé tenni az információkat, de továbbra is tudnak keresni minket, hogyha valamilyen komolyabb, advanced technikai kérdésük lenne. Jó, egyébként mindenki tud regisztrálni az easyproject.hu oldalon, és mindenkit erre bátorítok, hogy egy újabb próbaverziót tudnak regisztrálni. Ez egy teljes értékű próbaverzió, nem kell hozzá semmilyen bankkártya, úgyhogy nyugodtan tudnak regisztrálni, és minden funkció elérhető, úgyhogy mindenkit erre bátorítanék, hogy tudja az Easy Projectet tesztelni. Jó, a technikai specifikációk részletezése előtt egy kicsit beszéljünk a V13 release legfontosabb mérföldköveiről. Ez inkább mondjuk meglévő ügyfeleknek szól, de elmondom talán itt is, hogy szeptember 18-tól 27-ig várhatóan frissítésre kerül az összes cloud előfizetés, a október első felében pedig a szerveres, saját szerveres ügyfeleink részére is elérhetővé válnak a frissítési csomagok, melyet természetesen a Client Zoom-ból lehet majd letölteni. A jelen webinárium egyébként technikai hátterét pedig az Ákos által megosztott release notes-ok jelentik. Ez mindenkinek angol nyelven elérhető az easyproject.com oldalon, talán az easyproject.hu oldalon is szerepel. Itt a tartalomjegyzék részletezi a fontosabb mérföldköveket, a fontosabb fejlesztéseket, úgyhogy ezt is nyugodtan át tudják nézni, de továbbra is akkor inkább talán a későn érkezőknek mondanám már, hogy tudnak minket közvetlenül is elérni. Jó, beszéljünk egy kicsit az Easy Project termékverziók életútjáról. Erről egy pár mondatot mondanék. Talán azzal kezdeném, hogy általában az Easy Project, illetve egy pár évvel bevezettük, hogy az Easy Projectnek minden évben lesz egy nagyobb major release-e. Ez tartalmaz fontosabb technikai komponenseknek a frissítését,
tartalmaznak új funkcionalitást is, és természetesen UI fejlesztéseket is. Ez általában, tehát ez évente egyszer történik, gyűrűben fognak értesülni minor release-ekről, ezek kisebb-nagyobb, de inkább kisebb technikai fejlesztéseket tartalmaznak, és akár minimálisabb újabb funkcióbővüléseket, vagy funkciófrissítéseket, illetve hetente, vagy akár még sűrűbben is érkeznek bugfixek az Easy projekthez. Ez nyilván különböző hibák javítását tartalmazza, illetve hogyha olyan kritikus, akkor, vagy jeleztem még korábban is, illetve sűrűbben is, mint heti szinten tudnak találkozni ilyen bug frissítési csomagokkal a ClientZone-ban, a felhő ügyfelek részére ez természetesen automatikusan történik. Jó, itt láthatjuk ez a jelenlegi ábrán az Easy projekt életútját, vagy termékverziónak az életútját. Ugye láthatjuk, hogy most jelenleg az Easy projekt 12, illetve most már lassan 13 lesz a kúrens termékverziója az Easy projektnek. Az Easy projekt 12 az utolsó negyed évben, tehát nagyjából egy durván egy hónapon belül belép majd a late-term supportba. Itt csak bug frissítéseket fogunk tartalmazni, és minimális user supportot. Ez nem már a kúrens verzió lesz az Easy projektnek, ami, ahogy az ábrán is láthatjuk, ez most már az Easy projekt 13 lesz, ami egyébként 2024 negyed évében kerül majd valószínűleg cserére, frissítésre. Valószínűleg az Easy projekt 14 nevet fogja viselni, az a legújabb major release-ünk, de erről természetesen időben értesülhetnek. A korábbi verziója ugye az Easy projekt 11-nek, ahogy láthatják a jelen ábrán, 2022 harmadik negyed évében volt még kúrens verzió, ezt követően late-term supportba került, majd eternal supportban fog kerülni 2024-től. Eternal support egyébként azt jelenti, hogy nem érkezik funkciófrissítés hozzá, csak is kizárólag a kritikus bug frissítéseket javítjuk. Egyébként nyilván akkor ez már nem a kúrens verziója lesz az Easy projektnek. Az Easy projekt 10 pedig láthatjuk, ez már 2023 elejétől már Eternal supportban van, jelenleg is egy-két ügyfélnél, meglévő ügyfélnél támogatjuk, de nyilvánvalóan mindenkit bátorítunk arra, hogy a legfrissebb termékverziót használja a biztonsági frissítések okán leginkább. Jó, a későn érkezőknek még egyszer megismételném, hogyha vannak kérdések, akkor a Q&A gombra felül vagy alul a Zoom panelen tudnak kérdezni, és akkor a végén ezekre kérdezfelelekben pedig fogunk tudni válaszolni ezekre. Jó, nézem, hogy van-e még valamilyen fontos tudnivaló, de szerintem mindenre kitértem, úgyhogy át is adnám a szót Ákosnak. Ákos fog beszélni az Easy Projekt 13 legújabb technikai újdonságairól, úgyhogy akkor át is adom szót. Nagyon szépen köszönöm, Kristóf, a felvezetést. Még azt kérlek, erősítsd meg, hogy lehet-e engem hallani. Elég Hallunk, volt egy meglátjuk kis. is a képernyő megosztást is továbbra is. Oké, nagyon szuper, köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a felvezetést és az alapinformációknak a megosztását. Én is köszöntök mindenkit. A mai alkalom főleg az új érdeklődőknek lett kitalálva, de elképzelhető, hogy vannak itt olyan résztvevők is, akik már előfizetői, felhasználói az Easy projektnek, Easy Redmine-nak. A mai alkalommal ezért próbálok a V13 újdonságai mellett az alapfunkciókkal, alaplogikákkal is foglalkozni egy kicsit, hogy mindenki egy teljes képet kapjon a rendszerről, illetve az újdonságokról is. Én már regisztráltam a múlt héten, illetve ezt megbátorítok mindenkit, hogy ezt tegye meg. Az easyproject.hu-n lehet tesztrendszert regisztrálni, ami 30 napig érhető el, és ha most regisztrálnak, akkor ez már a V13-as alkalmazási verzióra készül, tehát ezeket, amiket most bemutatok, ezeket akkor így önök is ki tudják majd próbálni. A jó hír az, hogy a V13 minden új fejlesztése, tehát ami most érkezett körülbelül egy 3 hete ezelőtt a lesz rendszerekre, minden újdonsága, UX UI ránc felvarrása elérhető lesz majd az Essential előfizetőknek is. Tehát így mindenki, aki aktív előfizetéssel rendelkezik, jogosult ezekre a frissítésekre. Mivel elképzelhető, hogy vannak teljesen új
érdeklődők, akik korábban még nem igazán látták az Easy projektet, ezért egy-két alap logikával kezdem, hogyha egy belép egy felhasználó az Easy projektnek a rendszerébe, akkor egy ilyesmi, vagy ehhez hasonló kezdő képernyővel találkozik. Az, hogy pontosan milyen információkat ér el a felhasználó, az azon múlik, hogy a belépett felhasználónak mi a felhasználó típusa. A felhasználó típus határozza meg, hogy az adott kolléga milyen információkat kap a rendszertől. Ezeket az információkat ilyen oldalmodulokban tároljuk, egy oldalmodulokban tudjuk megmutatni, illetve ahogy most már hívjuk őket, ezek az oldal widgetek. Ezek nagyon sokfélék lehetnek, lehetnek diagramok, különböző listák, adatösszegzők. A cél az az, hogy minden kolléga, minden projekt érintett megkapja azokat a szükséges információkat, ami az ő munkavégzéséhez szükségeltetik. Itt a kezdő oldalon a V12-höz képest nagyon sok újdonság fedezhető föl, főleg azoknak mondom, akik már korábban is tesztelték az Easy projektet. Az első ilyen nagyobb UI-t érintő frissítés, tehát a baloldali menüsávban keresendő. A baloldali menüben az alfunkciók azok korábban az alkalmazás egészéhez kevéssé igazodó vagy illeszkedő gombok voltak. Mostanra egy összefüggő részre változott ez a baloldali menüsáv, az almenük pedig oldalirány helyett lefelé bővülnek, ezáltal a menürendszer egészének a koherenciáját szerettük volna erősíteni. A felső menüsávban is nagyon sok újdonság fedezhető föl V12-höz képest. Az első ilyen, ami egy új funkciót is takar amúgy, ez a Select Dashboard menüpont itt. A V13-as frissítések azok még nem lettek lefordítva, ezért lehet, hogy itt bizonyos helyeken még angol szövegekkel találkozunk, de a kollégáimmal dolgozunk azon, hogy minél hamarabb le legyen fordítva minden új menüpont. Tehát az ugrás az irányító pultra, vagy Select Dashboard menüpont, ez egy új funkció V13-ban. Ugye maguk az irányító pultok, amiket az előbb is mondtam, a felhasználó típusok alapján kiáltott irányító pultok, mindig is az alkalmazásunknak az egyik nagy erősségei voltak. Hiányzott azonban valamilyen olyan belépési pont, ahol a felhasználók ténylegesen megtalálhatták őket. Az adminisztrátoroknak kellett ugye hozzáadni a kollégákat ezekhez a dashboardokhoz, viszont az ugrás az irányító pulttal funkció egy megoldást ad erre, hiszen hogyha egy kolléga több sapkában is dolgozik a projekteken, innentől kezdve nagyon egyszerű módon tud az éppen aktuális munkavégzéséhez igazodó dashboardra ugrani. Jó, tehát itt innentől kezdve több dashboard is kiválasztható, nyilván fel kell paraméterezni az egyes felhasználókhoz, milyen dashboardok érhetők majd el. A kereső panel az középre került V12-höz képest, egy kicsit szélesebb is lett, talán könnyebben kezelhető, és egy új billentyű parancsunk is lett, ez a per jel. Hogyha én most beírom a Skype per jellel, akkor itt a teljes szövegre fog rákeresni, ha pedig nem írok per jelet, akkor pedig tört szavas keresés is meg tud valósulni. Tehát ezáltal talán egy kicsit ergonomikusabb lesz a keresés ebben az új billentyű parancsal is. Itt talán, akik tesztelték korábban a V12-t, vagy valamelyik korábbi verziónkat, azok emlékeznek rá, hogy itt jobb oldalt volt egy fix menüsáv, amiben gyors gombok voltak. Ez a jobb oldalti menüsáv ez eltűnt, és ezek a menüpontok ide fölkerültek a fönti eszköztárba. Ilyen ugye a naptár, vagy a to-do lista gyors gombok. A plusz gomb is átkerült, ugye korábban itt volt valahol jobb oldalt alul, ez pedig ide fölkerült. A célja ennek az, hogy egy sokkal nagyobb teret adjunk azoknak a fontos információknak, ami a projektekből jön. Hát az volt a célunk, hogy a középső rész az lehetőleg zavartalan legyen, ne legyen megzavarva a különböző funkciógombokkal. A plusz funkciónak a célja amúgy megmaradt, innen tudok feladatot, illetve projektet indítani a legegyszerűbben. Erről majd még egy picit fogok beszélni, ugyanez nem egy V13-as fejlesztés, de azt gondolom, hogy akik újonnan látják, vagy tesztelgetik most az alkalmazást, azoknak fontos majd megismerni a plusz gomb mögötti funkcionalitást. A felhasználói profil, illetve az ahhoz kapcsolódó almenük, azok itt maradtak fönt. Akik itt a felhasználói profil melletti kis nyílra kattintanak, vagy ide veszik a kurzort, az rögtön láthatják, hogy egy módválasztó került föl. Ennek a segítségével egy kattintással változtathatunk a sötét, illetve a világos módok között. Ezen kívül itt van egy jobb oldalti gomb, ez a globális menü, vagy több menü,
Ennek a pozíciója megmaradt, illetve akik adminisztrátori a rendszernek, azok továbbra is innen tudják elérni az adminisztrációs beállításokat majd. Jó, ami még talán föltűnik a kezdőképernyőről, azok az új ikonok. Új ikonkészletet kapott a V13. Mostantól az alkalmazásban minden ikon egy ikonkészletből származik, ez pedig a Nucleo ikon látványvilágon alapul. Ezek illeszkedve az alkalmazás egészét érintő UX UI irányelvekhez egyfajta ilyen könnyebbséget, légiességet, kontor stílust mutatnak. Az a feltevés mögötte amúgy, hogy mivel kevesebb hangsúlyt kapnak ezek az ikonok, ezért könnyebb lesz a munkára fókuszálni. Reméljük, hogy ez tényleg így is lesz majd. Jó, itt ezzel kapcsolatban, az ikonokkal kapcsolatban azt el kell mondanom, hogy érdemes majd frissítés után, akik esetleg most állnak át V12-ről V13-ra, ellenőrizni a már meglévő oldalmoduloknak az ikon készletét, és hogyha szükséges, akkor a megfelelő ikont kiválasztani. Elképzelhető, hogy találnak szimpatikusabbat, jobbat, mint amit a rendszer átforgatott a V13-ban. És akkor itt ragadnám meg a szót, hogy egy picit beszéljek a rendszer alaplogikájáról, alapfunkciókról. Hogyha ide kattintunk a plusz gombra, akkor tudunk ugye projektet vagy projektfeladatot létrehozni a rendszerben. Ezt azért mutatom meg, mert akik tesztelik az Easy projektet, általában ugye főleg ezért érkeznek, hogy projektet hozzanak létre, és valahogy egy picit az alaplogikákat tanulmányozzák. Itt adhatunk egy nevet a projektnek, kiválaszthatunk szülőprojektet, ami alá be tudjuk sorolni a projektet, leírást adhatunk hozzá, illetve a rendszerben már rögzített, licenszált felhasználók közül tudunk alapprojektcsapatot kiválasztani. Ha létrehozom a projektet, a következő lépésben a projekt kivitelező csapatot, a projekttagokat tudom hozzáadni. Itt kettő lista is van, egyrészt a csoportokra vonatkozó lista. A csoportok azok tartalmazhatnak kollégákat, olyankor egy kattintással a teljes csoportot és vele együtt az összes kollégát hozzá tudom adni a projekthez, vagy ha nem tartalmaznak kollégát, akkor ilyen technikai csoportként is értelmezhetjük őket. Ezek legtöbbször külsős partnerek, alvállalkozó gépek, olyan erőforrások, akik nem fognak belépni a rendszerbe, nem fognak dolgozni a rendszerrel, de erőforrás menedzsment szempontból, munkaszervezés szempontból figyelembe szeretném őket venni. Jó, tehát erre van lehetőség. Ők nem licenszált felhasználók, ők itt alul pedig licenszált felhasználók. Ha hozzáadok felhasználókat a projektemhez, akkor ebben a lépésben kell nekik szerepkört választanom. A szerepkör az maga a jogosultság nálunk, tehát ilyen szempontból a jogosultság projekt alapon valósul meg az Easy Project, Easy Redmine rendszerekben. Ezek mögött, a szerepkör kategóriák mögött amúgy adminisztrátori szinten egy nagyon mélyen paraméterezhető beállító felület van, ahol funkciónként lehet megmondani, hogy ki mit tehet. Elképzelhető tehát, hogy mondjuk a csongor tanácsadó ezen a projekten felsővezető lesz, mindent elér, mindent lát, mindent olvashat, egy másik projektemen pedig mondjuk külső szerepkörbe kerül, és ott mondjuk csak munkaidőt fog rögzíteni a projekteken. Ha hozzáadtam a projektcsapatot, akkor le is generáltam a mintaprojektemet. A projektnek a neve alatt projektszintű funkciókat érek el. Az előfizetés határozza meg azt, hogy milyen funkciókat vehetek igénybe. Ha szeretnénk kipróbálni több funkciót, akkor ha ide kattintunk erre a beállítás ikonra, akkor a moduloknál tudunk plusz funkciókat hozzáadni a projektünkhöz. Ezen kívül, ha vissza kell lépni a projekt alapbeállításokhoz, akkor úgy szintén itt a beállítás ikonra, vagy a projekt szerkesztésre, vagy pedig a projekt tagok szerkesztésére tudunk visszalépni. Az első funkciónk egy projekt áttekintő nézet, segítségével a projekt csapat a kommunikációját tudjuk támogatni, hasonló elven működik, mint a felhasználó típusnak a kezdő oldala, oldalmodulok vagy oldalbüdzsetek segíthetnek minket abban, hogy információkat adjunk a projektcsapatnak. A következő funkciónk az a VBS, ennek a segítségével tudjuk a feladatokat, leszállítandókat a legegyszerűbben összeíteni a projekthez kapcsolódóan. Ezeket a tevékenységeket, a leszállítandókat egy ilyen struktúrába tudjuk szervezni, mondjuk fő feladat, alfeladatok, hogyha most feladatokat gyűjtögettünk. Ebben a nézetben tudjuk is szerkeszteni ezeket az entitásokat, a példányokat. Ha ide kattintunk a magyarázatra, akkor ezeket a feladat tulajdonságokat tudjuk szerkeszteni, viszonylag egyszerűen tudunk kiosztani kollégákat, akik felelősei lehetnek ezeknek a tevékenységeknek. Ebben a lépésben ők már kaphatnak a rendszertől különböző automata üzeneteket, hogy dolguk van ezekkel a feladatokkal. A következő tervező funkciónk az a Gantt. Ezt azt gondolom, hogy a projekt világban
működő kollégáknak nem kell nagyon részletesen bemutatni. Ugye itt tudom a feladatnak az ütemtervét, vagy a projektemnek az ütemtervét részleteire bontani és részletesen megtervezni. Látom azt a feladat, vagy leszállítandó struktúrát, amit a VBS-ben megterveztem, és itt a jobboldali sávban, ami az átfutási időket mutatja, itt tudok a feladatokkal különböző műveleteket végezni, például az átfutási időt tudom változtatni, vagy logikai kapcsolatot tudok kialakítani a feladatok között. Jó, tehát ezek a legfontosabb a funkciói a projektmenedzsment résznek. Talán még egy dolgot mutatnék meg, ez egy V13-as újdonság, de az alap funkciókhoz tartozik, ez pedig a feladatoknak, feladatkártyáknak, tiketeknek a szerkesztése. Ezt különböző helyekről érhetem el, akár egy feladatlistából, a saját felhasználó típus kezdő oldalamról, egy listából, akár itt a projektemen, mondjuk a Gantt diagramból, ha ide kattintok, akár van itt egy feladatlista, akár innen el tudom érni a feladatnak a feladatkártyáját. Ha rákattintok egy feladatra, akkor betöltődik ez a feladatkártya, és itt tudom részleteiben szerkeszteni a feladatot, különböző mezőket tudok szerkeszteni, hozzászólást tudok tenni, meg tudok benne címezni kollégákat, tudok csatolmányokat hozzátenni a feladatokhoz, munkaidőt tudok rájuk rögzíteni. Jó. Tehát ezek az alap tulajdonságai a rendszernek. És akkor rá is térnék a V13-as verziónak a legnagyobb funkcióújdonságára, ezek pedig a Scrum táblák. Itt egy piaci igény hívta elő ezt a fejlesztést, azt tapasztaltuk, hogy a piacon lévő cégeknek a nagy hányada állt át, vagy áll át agilisabb projektmenedzsment irányba, fejleszti a saját projekt irodájának, módszertanának a működését. Ezért az Easy Software világszerte 200 Scrum csapat folyamatait és a projekt vezetést dokumentálta, elemezte. Ezen kívül egy tanúsított Scrum szakértővel együtt működve három dedikált Scrum táblát alkottunk meg, ami lehetővé teszi a hatékony Scrum szertartásokat, melyek optimalizálva lettek a Scrum szerepekre. A korábban volt egy Scrum funkciója az Easy projektnek, ez egy projektszintű funkció volt. Az új Scrum táblát, azt pedig innen a globális menüpontból érjük el, hogyha ide kattintunk a Scrum Boards menüpontra. Az új Scrum fejlesztéssel amúgy végre megvalósul a tábláknak, ennek a három táblának a valós idejű szerkesztése, így mindenki számára azonnal láthatóak lesznek a táblát érintő frissítések. Előnyt jelent továbbá, hogy a nagyobb léptékű munkákat kisebb fejlesztési vagy feladat egységekre tudjuk bontani, és behoztunk egy új kifejezést, egy új adatentitást, a feladat mellé a feladatok lebontásából születnek a Project Backlog Itemek, vagy a PBI-ok. Meg fogom mutatni a működését. A már meglévő fejlesztési feladatokat pedig majd egy split funkció segítségével tudjuk nagyon egyszerűen tovább osztani. A Scrum táblák kinézete kezelhetősége pedig nagyon közel került a régi, ilyen sticky notes-os, papírragaszgatós offline megvalósításához, mivel a piackutatásunk amúgy azt hozta ki konklúziónak, hogy ez még mindig a legintuitívabb, legfelhasználóbarátabb módja a feladatok kezelésének. Egy sor grafikai és design jellegű újdonságot hoztunk be a Scrum táblák szerkesztésekor. Innentől kezdve például lehet majd különböző emojikkal, különböző színkódokkal jelölni ezeket a PBI-okat, és ahogy majd vezetem a Scrum táblán, úgy például lehet ezekre a színekre, színkódokra, emojikra külön is szűrni. Egy fontos hirdetnivaló Scrummal kapcsolatban, itt főleg azokra gondolok most, akik korábban már használták az Easy projektet, van is esetleg aktív előfizetésük, és használták benne a Scrum táblát. A V13-tól számítva a korábbi, tehát V12 és a korábbi verziókban lévő Scrum táblákat mostantól legacy-ként tekintjük, de ugye a meglévő ügyfeleink továbbra is használhatják majd azokat. Akik viszont most lépnek majd be az Easy projekt világába, és lesznek előfizető az Easy projektnek, ők már ezt az új Scrum működést fogják megkapni.
Jó, tehát ők már csak ezzel az új táblákkal fognak találkozni. És akkor egy picit nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ez az új funkció. Ugye itt az első dashboard képernyőn egy pici ilyen módszertani áttekintést kapunk, illetve gyors gombok is ide kiterültek ide a hirdető tábla alá, amik rámutatnak erre a három táblára. Az első tábla, és kronológiai sorrendben fogok haladni már, ami a Scrum szertartásokat illeti, az első táblánk ez a Product Backlog Board. Ennek a fő célja, hogy a product owner, ki kell választani egy tábát, a product owner és a bevont szakértő kollégák közösen a projektből származó vagy újonnan létrehozott feladatokat lebontsák PBI-okra. A feladatokat tudják részletezni, lebontani. Ugye erre ilyen szertartások vannak, hogy grooming vagy backlog refinement, ugye ez a Scrum szaknyelv így hivatkozik ezekre, amikor tulajdonképpen egy backlogból elkezdek groomolni egy feladatot, abból egy PBI-t fogok tulajdonképpen megalkotni. Ha rákattintok egy ilyen PBI-ra, akkor látod, hogy mik azok a plusz adatok, amiket itt föl tudok hozzájuk tölteni. Egyrészt lehet hozzá leírást tenni. A PBI-okhoz tudok hozzá adni különböző sticky note-okat. Ennek még lesz majd haszna a későbbiekben, és pár zagyvaságot fölvettem, illetve a PBI-hoz tudok mellékleteket is csatolni. Jó, ha van már egy PBI-om, ezt tovább tudom színezni, tehát különböző színkódokat tudok alkalmazni. Ahogy említettem, ezekre a színkódokra amúgy tudok szűrni is. Jó, illetve, amint itt látszódik, a PBI jobb PBI kártyának a jobb alján van egy becsült időre hajazó ikon, aminek a segítségével meg tudom adni az adott fejlesztési egységnek vagy PBI-nak a munkaidő szükségletét. Ez nem összetévesztendő amúgy, a feladatokon eddig is, már használták az Easy Projectet, talán találkoztak vele, eddig is meglévő becsült időhöz, ahol inkább az erőforrás menedzsmenthez volt köthető. Ezek kimondottan, ez a becsült idő, amit a PBI-n érhető el, ez kimondottan csak a Scrum működést szolgálja. És ez a becsült ráfordítás, ez amúgy segíti majd a velocity-t, ugye, ami a Scrum működésben egy olyan diagram, amivel a haladást tudom szemléltetni. Ugye a velocity azt mutatja meg, hogy a Scrum csapat átlagosan mennyi munkát végez el egy sprint alatt, a csapatok sebességét pedig ugye arra használhatjuk, hogy megjósoljuk, hogy milyen gyorsan tudják majd ledolgozni a backlogot, vagy a következő sprintekkel milyen gyorsan fognak végezni azokban a sprintekben, milyen mennyiségű munkát pakolhatok majd. Jó? Van külön velocity boardunk is, ezt majd kicsit később megmutatom. Ehhez a boardhoz, a Product Backlog boardhoz feladatokat hozzá tudok tenni projektekből, már meglévő projektekből, ezt ide a kis pluszjelre kattintva tudom megtenni, ilyenkor a rendszerben lévő projektekből tudok szűrni, és a projekteknek a feladatait egy kattintással hozzá tudom adni, vagy akár több tevékenységet is hozzá tudok adni a backlogokhoz. De ide jöhetnek backlog itemek például, hogyha van valamilyen e-mailes integráció, és az e-mailből születnek feladatok, azokkal is ugye fel tudom tölteni ezt a backlogot. A másik lehetőség, hogy a backlogot feladatokkal lássam el, az pedig az, hogyha hozzáadok egy új feladatot, ilyenkor egy új feladat létrehozásához használható ilyen feladat kártyát kapok, és ezzel tudom létrehozni a tevékenységet. Amik itt vannak, tehát bal oldalt, azok még feladat entitások, és onnantól kezdve, hogy átkerülnek ide a középső részbe, a groomingok vagy a refinementek során, akkor lesznek PBI-ok. Jó? Szerintem minden megmutattam, még talán egy funkció, amit a PBI-el kapcsolatban meg kell említenem, ez a split funkció. Ugye nagyon sokszor előkerül, hogy amikor groomolom, lebontom a fejlesztési feladatokat kisebb egységekre, akkor szüksége van arra, hogy gyorsan létre tudjak hozni fejlesztendőket, altevékenységeket. Itt a split gomb lehet a segítségünkre, ilyenkor tulajdonképpen az alap PBI-t felhasználva, azon apró módosításokat végrehajtva nagyon gyorsan tudok új altevékenységet, vagy új alfejlesztendőt betenni a PBI listámba. Jó? Azt még el kell mondanom, hogy ezen a boardon itt lehet is látni két státusz átmenet van, a to refine meg a refine, ezek rögzítettek fixek,
Tehát ebben van egyfajta kötöttség, de ez a kötöttség sokkal inkább egy előny talán, hogy és ez majd a későbbi táblákra is igaz lesz, a státuszátmenetek amúgy rögzítettek, de ennek egy oka van, hogy a lehető legegyszerűbben tartsuk ezeket az állapotátmeneteket. Azt tapasztaltuk a kutatásaink során, hogy minél inkább szabadon szerkeszthetőek ezek, és minél több van belőlük, annál inkább alakul ki a Scrum csapaton belül egyfajta ilyen siló gondolkodás, és annál inkább lesznek hajlamosabbak a kollégák csak a saját oszlopukra fókuszálni, tehát ezért van az, hogy mind a három tábla esetén a státusz átmentek, azok kötöttek. A következő táblánk az a sprint áttekintő tábla, vagy a sprint overview tábla. Ez a sprint tervezés és értékelésnek mondjuk az alapvető eszközeként értelmezhető, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyértelmű sprint célokat határozzanak meg, tehát itt a sprint gólokkal lehet operálni. És ugye ennek az a célja, hogy mindig a csapat előtt legyen, hogy pontosan az adott sprintben mit kell megvalósítani. A státusz elnevezések, ahogyan az előbbi táblánál is, itt is fixnek tekinthetők. A tábla kinézete egy könnyed, légies, a szerkesztése pedig ergonomikus. A célunk az tényleg a legegyszerűbb státuszváltás volt, alacsony számú oszlopoknak köszönhetően, ahol ez a siló gondolkodás ez úgy a lehető leginkább lecsökkenthető. Itt a sprint áttekintő táblában PBI-okat mozgatunk, méghozzá jó esetben itt a már kigyomlált igényekből készült PBI-okat tudjuk mozgatni. Jó, amikor mozgatom a PBI-t, akkor vált tulajdonképpen egy státuszt is, és tulajdonképpen ez a tábla, ez az adott sprintnek az áttekintésére lehet hasznos. Van még egy harmadik táblánk is, ez pedig a csapat sprint tábla, vagy team sprint board, most még a lefolytás nélküli állapotban. Itt ugye ez a csapatra dedikált tábla, és ez lehetővé teszi a csapat számára a kollaborációt, az együttműködést, a feladatok nyomon követését, illetve az előrehaladásnak a valós idejű megjelenítését, ugye a teljes sprint végrehajtása során. Itt észrevehető az, hogy itt már kibontva látom a PBI-okat, tehát a PBI-okba írt, vagy a PBI-okba tett sticky note-ok, ugye külön tudnak mozogni már a PBI-tól, tehát ezeket is tudom, ezeknek az állapotát is tudom frissíteni ebben a nézetben, és ugye a sprint egészére vonatkozó célok, azok itt is a csapat előtt vannak. Jó? Nagyjából ezt gondoltam megmutatni a sprint, az új Scrum működésről. Javaslom mindenkinek, hogy tesztelje le, nézegesse, barátkozzon vele, és hát remélem, hogy minél többen elkezdik majd a klasszikus projektmenedzsment funkciók mellett a Scrum táblákat is használni. Egy következő fejlesztésünk, bár inkább ez egy picit ilyen módszertani jellegű fejlesztés, ugye az alkalmazásunknak számtalan funkciója, widgetje, beállítása van, és navigációs eleve. És a megértésnek az érdekében úgy éreztük, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy egyfajta ilyen szabványosított terminológiát kezdjünk el használni, egyfajta értelmező szótárt hívjunk életre. Ezért kiadtuk ezt a dokumentumot, ami itt látható, ez most a V13-nak a release notjába is bekerült. Ennek a célja tényleg az, hogy legyen egy egységes értés a rendszer felhasználói, illetve az easy szoftveres konzultánsok, termékmenedzserek, illetve értékesítési menedzserek között. Jó, ezt érdemes megnézni, ennek még egyelőre angol nyelvű leírása van csak. Amúgy egy nagyon jól összerakott anyag, érdemes ezt megnézegetni. A weboldalunkon lévő, illetve a marketinges leveleink, üzeneteink szépen fokozatosan át fognak majd állni az ebben a dokumentációban található elnevezésekre, kifejezésekre. Jó, és akkor talán még egy hirdetnivaló, vagy még egy újdonság. A
V13-ban az eredeti tudásbázist azt átneveztük Knowledge Base Legacy-ra. Ha már valaki korábban tesztelte az Easy projektet egy-két évvel ezelőtt, az emlékszik rá, hogy az Easy szoftvernek volt egy saját fejlesztési pluginja a tudásbázis vagy tudásmenedzsment kezelésére. Ez a modul, ez mind szerkezetében, mind formájában elérte a funkciójának a csúcspontját, tehát funkcionális változások, fejlesztések erre a bővítményre már nem várhatók. Ez a bővítmény, tehát ez a régi tudásbázis, amit most már tudásbázis legacy-ként fog majd megtalálni a rendszerbe, ez V13-on is fog futni, azoknál az ügyfeleknél, akik esetleg korábban ezt megvásárolták, vagy erre előfizettek. Ezzel együtt idén januárban bevezettünk egy új tudásbázist, ami nem az Easy szoftvernek a terméke, mi is integráltuk az Easy szoftverbe, és korábban úgy használtuk egészen mostanáig ezt a modult, hogy tudásbázis 2.0. A tudásbázis 2.0 egy picit nagyzoló volt, ezért ezt az eszközt, ezt átneveztük tudásbázisra. Tehát innentől kezdve a régi tudásbázis legacy-ként lesz benne a rendszerben, az új tudásbázis, amit most januárban integráltunk, az pedig tudásbázisként lesz majd megtalálható. Még egy fontos dolog, hogy akik keresik ezt a tudásbázis rendszert, megoldást, azok kedvéért mondom, hogy ez a tudásbázis nem elérhető a tesztrendszerekben. Hogyha van tesztelési szándék, akkor akár engem, akár a Kristófot meg lehet keresni, és beállítjuk, hogy elérhető legyen a tesztrendszeren is a tudásbázis. Ezzel kapcsolatban még talán annyi információ, hogy az új tudásbázist felhő előfizetés esetén legalább 25, még saját szerveres konstrukció esetén legalább 50 licenszer rendelkező ügyfeleknek a számára tudjuk felkínálni. Jó, és még egyszer, hogyha valaki szeretné tesztelni, akkor jelentkezzen, és segítünk, hogy a tesztrendszeren is elérhető legyen a tudásbázis. Remélem, hogy érthető volt, követhető volt ez a kis rendszerbemutató, amiben voltak V13-as újdonságok, de voltak rendszer alap logikát érintő, alapfunkciót érintő elemek is. Kristóf, ha még itt vagy, akkor nézzünk rá kérlek a még itt. Q&A session, Q&A gombra, hogy érkezett igen. a kérdést. Köszönöm szépen, Ákos, köszönjük. A későn érkezőknek akkor még egyszer mondanám, vagy aki esetleg elmulasztotta, a Q&A gombra kattintva tudnak kérdéseket most feltenni. Szerintem várunk még egy-két percet. Én nem látok egyelőre nyitott kérdést, amit jó hírnek fog betudni, hogy részletesek voltunk. De ha mégse, akkor most ragadják meg, kérem az alkalmat, hogy a Q&A gombra kattintva tegyenek fel kérdéseket, és akkor arra igyekszünk majd válaszolni. Gondolkodom még esetleg bármilyen közérdekű közleményen, amit érdemes addig elmondanom, de szerintem talán én is kimerítőnek gondolnám az elhangzottakat. Közben úgy látom, hogy érkezett egy kérdés, hogy ezt mindjárt nézem. Krisztián kérdezi, hogy a VBS-eket tudunk-e SAP-ból importálni. Ákos, hogyha gondolod, akkor válaszolok. Én azt gondolom, hogy igen, CSV formátumban szerintem a legegyszerűbb. Azt mondjuk nem tudom, hogy itt, hogy ha VBS-re gondol, akkor konkrétan vizuális inputot, az hogy gondolja Krisztián esetleg, mert nyilván feladatokat lehet könnyen importálni CSV XML formátumba, de azt nem tudom, hogy SAP-ban milyen a VBS megjelenítés. Nem tudom, hogy itt elveszhet-e valamilyen vizuális clue az import közben. Esetleg Ákos, ha ezt fel tudjuk írni, ezt a kérdést, akkor... Igen? Igen, én talán még annyi kiegészítést tennék, hogy a VBS az egy megjelenítő eszköz, amivel a rendszerünkben úgyhogy ilyen feladat példányokat tudunk megjeleníteni, ugye ez egy struktúrált megjelenítés, hogy mondjuk feladatokat tekintünk a VBS elemeknek, de lehetnek amúgy leszállítandók is, akkor ugye a struktúra határozza meg a fő feladat, alfeladat relációt. És ahogy a Kristóf mondta, a feladatok bevitelére több lehetőség van, tehát hogyha az SAP-ból lehet exportálni CSV alapon, akkor nyilván van valamilyen mapping a betöltéshez, mezőket össze kell rendelni egymással, de utána Ákos, van egy kis... Bekerült. Bocsát, Ákos, volt egy kis
legalábbis az én részemben volt egy kis akadozás. Az utolsó mondatot el Aha. tudod még egyszer mondani? Igen. Tehát, hogyha importáltam az Easy projektbe ezeket a feladatokat mondjuk CSV-ből, akkor a megfelelő projekt alá, akkor ezeket a VBS eszköz segítségével már meg fogom tudni jeleníteni. Jó, tehát ami fontos, hogy a VBS egy megjelenítő eszköz. Reméljük, hogy Igen. megválaszoltuk a kérdést. Igen, de Krisztián esetleg, hogyha van még további részletkérdés ehhez kapcsolódóan, akkor bátorítanám esetleg, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot Ákossal akár, akkor a technikusainkkal tudunk egyeztetni. Ez, és akkor Krisztián még hozzátette, hogy SAP és Microsoft projekt párossal dolgoznak. És a Microsoft Jó, projektet szerintem szeretnék követni. Én azt Akkor gondolom, Ágosról hogy érdemes. érdemes majd erről beszélgetni, akár egy dedikált demón végignézhetjük az export-import lehetőségeit az Easy projektnek. Jó? Amúgy itt Igen. a adminisztráció alatt érhető el az import lehetőség. Jó. Köszönjük szépen, Krisztián. Ferenctől kaptunk egy kérdést. Mit jelent az, hogy az online esetben 25 user esetén tudjuk felajánlani a tudásbázist? Ingyenes lesz-e ez a szám fölött? Ez egy megkötés, ugye az új tudásbázis nem az Easy szoftvernek a saját fejlesztése, ezt mi is igénybe vesszük ezt a szolgáltatást, és összeintegráltuk már meglévő adatentitásainkkal, és a cégek közötti megállapodás értelmében itt azoknak az ügyfeleknek tudjuk fölkínálni, azoknak az előfizetőinek tudjuk fölkínálni egyáltalán magát a tudásbázis modult, akik felhő esetben legalább rendelkeznek ezzel a licensz mennyiséggel. Ez egy fizető szolgáltatás, a díjakról pedig nagyon szívesen adunk tájékoztatást. Gabriellától jött egy kérdés, az új verzióra átálláskor a régi sablon nem úgy jelenik meg nyomtatáskor, mint a képernyőn, ezzel hogyan lehet segíteni. Nagyon szépen köszönjük a kérdést, Gabriella. A tanácsadó kollégánkkal fel fogjuk keresni, és segíteni fogunk ezen. Ha Erzsébettől jött a következő kérdés, ha egy projektben vannak feladatok, akkor azokat át lehet-e másolni egy másik projekt alá? Igen, a feladatok ilyen szempontból könnyen áthelyezhetők, több lehetőség is van, átmozgathatók, másolhatók és áthelyezhetők más projektek alá. Köszönöm szépen. Krisztiának volt még egy kérdés, a CRM funkcióról lehet most rövid bemutatót kérni? Hát most kevés idő lenne rá. Krisztián azt kérném, és azt javasolnám, hogy küldjön egy e-mailt, legyen kedves az elérhetőségeimre, vagy az enyémre, vagy a Kristófira, és akkor szervezünk egy kimondottan CRM irányultságú bemutatót. Közben beírtam az e-mail címedet a chatbe, remélem ezt mindenki látja. Köszönjük, Krisztián. Közben Erzsébet hozzátette a kérdéshez, hogy tehát, hogy nem áthelyezni, hanem másolni szeretné a feladatokat. Igen, ahogy Ákos mondta, mind a kettő elérhető, tehát másolni is lehet, vagy pedig egyszerűen csak simán átmozgatni a feladatokat, mind a kettő elérhető. Ezeket nyilván lehet tömegesen szerkesztve is átmozgatni, tehát nem kell természetesen egyesével. Jó, Zsolttól jött egy kérdés a tudásbázissal kapcsolatban, hogy hol találtuk meg pontosan. Ha hozzá van adva a tesztrendszerhez, vagy pedig az aktív előfizetéshez, akkor a tudásbázis az két helyről is elérhető. Az egyik az a projektről, vagy hogyha a projektfeladaton már hozzákötöttem valamelyik feladat entitáshoz az adott tudás bejegyzést, akkor akár onnan, vagy pedig ennek van egy globális funkciója, ami innen érhető el, hogyha hozzá van adva az adott tesztrendszerhez, az adott rendszerhez, tehát itt érdemes keresni a globális funkciótárban valahol itt alul. Jó? És mondom még egyszer ahhoz, hogy hozzá tudjuk adni akár a tesztrendszerhez a tudásbázist, ahhoz mindenféleképpen velünk kell előbb fölvenni a kapcsolatot, és mi tudjuk ezt egyedül manuálisan hozzáadni a tesztrendszerhez.
Annyit még ide hozzátennék, köszönjük szépen a kérdés, Zsolt, hogy én mindig szoktam javasolni, van egy publikus próbaverziónk a Knowledge Base-nek, ez egyébként nem érhető el, hogyha csak a próbaverzióra regisztrálnak, tehát ezt külön kell, ahogy Ákos is mondta, bekapcsolni. Viszont van egy publikus próbaverzió, ami minden nap frissül, és minden nap törlésre kerülnek az adatok. Ez egyébként elérhető ügyfelek részére. Most hirtelen, illetve gyorsan kerestem az easyproject.hu-n, én nem találtam meg azt a cikket. Az easyproject.com-on viszont biztosan el lehet érni. Próbálom gyorsan most megkeresni, és akár berakni chatbe ezt a próbaverziónak ezt az elérését, mert én mindig ezt szoktam javasolni ügyfeleknek vagy érdeklődőknek, hogy ez egy homokozó, ahol bárki tud játszani ezzel, és szerintem nagyon jól meg lehet nézni, hogy hogyan lehet új oldalakat, új bejegyzéseket szerkeszteni, vagy pedig hozzáadni, vagy pedig kommentálni, és akár szerintem a jogosultságokat is meg lehet tekinteni. Úgyhogy próbálom ezt megkeresni. Talán Amíg a ameddig Kristóf még bár... keresi, addig én lehet, hogy megismétlem azok kedvére, akik esetleg menet közben csatlakoztak be, hogy szeptember 18-tól, tehát tegnapi naptól kezdték el a kollégák élesíteni a V13-at azoknak az ügyfeleknek, akik rendelkeznek aktív előfizetéssel, és várhatóan szeptember 27-ig minden aktív felhő előfizetésre rendelkező ügyfél esetében át fog fordulni majd a rendszer V12-ből V13-ba. Lehetnek kivételek, ott például egyedi fejlesztés van, ott például ezt külön kell majd kérni. Október első felében pedig lehetővé válik majd a saját szerveres ügyfelek részére is a frissítési csomag, ami hasonlóan az eddigiekhez a saját klientzónjukból érhető majd el. Jó, közben közben megtaláltam a próbaverziót, most gépelem a chatbe. Lásd be, ez is publikus próbaverzió. És ez pedig a jelszó, illetve a felhasználó név párosítása. Ez, ahogy mondtam, minden nap frissítésre kerül, tehát minden ide természetesen éles adatokat ne nagyon vigyenek fel, mert ez törlésre kerül, de ahogy mondtam, ki lehet próbálni homokozószerűen a beállításokat, alapbeállításokat, oldalak létrehozását, jogosultságokat át lehet tekinteni. Én szerintem ez hatékony módja a megismerésének, a tudásbázisnak. Jó, én szerintem úgy látom, hogy nincs most több kérdés. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket. Szerintem elég széles spektrumon érkeztek. Még egyszer ismételném, hogyha vannak további kérdések, akkor Ákost biztosan tudják keresni, illetve a megadott elérhetőségekkel, akár engem is, vagy akár az értékesítői csapatot, az easyproject.hu per rólunk, hogyha jól emlékszem a doménjelnek. Tudnak, nagyon szívesen tudunk segíteni ezekben. Szerintem akkor meg is köszönöm Ákos a részvételedet, köszönjük szépen a technikai információkat, illetve én is köszönöm köszönöm. mindenkinek a figyelmet, és köszönöm a kérdéseket még egyszer. Sikeres projekteket kívánok mindenkinek, és a legközelebbi webinárium keretén belül találkozunk. Viszontlátásra mindenkinek! Viszontlátásra!